Először is ez minden év legnagyobb presztízs rendezvénye. A 2000 fő az már úgy tűnik a nyári fesztiválokkal együtt, nem egy varázslat, tehát Szolnokon és környékén van annyi zenerajongó és van annyi civil érdeklődő, aki tudja, hogy van ez a koncert. Már most negyedik alkalommal sikerül megtölteni. Az igazi nagy kihívás az a magas művészi felkészültséget igénylő repertoár, a másik pedig, hogy a résztvevő együttesekkel, főleg pénzhiány miatt, a mai nap áll rendelkezésre. Tehát reggeltől idáig egy nagy workshopnak vagyunk a tanúi. Nagyon inspirálják egymást az együttesek egyébként. Interneten, e-mailben, CD-n, DVD-n így kommunikálunk, így próbálunk és utazunk. Zene stílus akkor, de van a színpadon egy zenekar, kórus, és de jön a táncsok. Az atmoszféra, a közönség, látható zene. Hogy ismét eljöttünk, és mikor meghallottam, hogy milyen zenőművek lesznek, akkor azt mondtam, hogy hát ez nagyon jó, mert könnyen fog menni, mert ezektől a szerzőktől van nálunk repertoáron darab. Muszorszki kiállításképei, Csajkovszki diótörő, rózsakeringő, 10 éve van nálunk repertoáron diótörő. Ugyan most ide egy speciálisat hoztam, amit direkt ide készítettem, és Oltár Szimfónia van, Stravinsky, és abból láthatunk egy darabot. A szolnoki filharmonikusok és a Nagyváradi Szigligeti Színház tánc együttese találkozott. Ami létrejött, és amit látni fogunk, az egy olyan együttműködés és egy olyan összművészeti sikerélmény lesz, aminek remélhetőleg folytatása is lesz. És arra gondolok, hogy ez létrejöhet, és létre is jön, akkor ez már egy ajándék számunkra is, és úgy gondolom, hogy számukra is. Ez a mi kis közös ajándékunk egymás számára. A Nagyvárad Tánc Együttes részéről a Mozart Requiemjéből 9 tételt láthatunk egy egyszeri alkalomra összefűzött formában, bár a táncok ugye a Világcirkusz című előadás részleteit képviselik, de erre az estére egyszerre összefűztük egy egységé. A következő megagála az a 50 éves jubileumi koncert jegyében zajlik, és az egész évad, a 2015-ös 2016-os évad összeállítása is az 50 éves jubileumra emlékezve fog megtörténni. Májusban lesz a Karnagy úr versenygyőzelmének a megünneplése, és az egyik májusi koncertünk szólistája pedig van Szavér. Fantasztikus volt a koncert egyébként. Én egy kicsit, hogy is mondjam, olyan kettős fülel hallgattam. Volt bennem egy pici kétkedés. Tehát, hogyha én írtam volna egykor a műsorfüzetet, akkor megrettentem volna attól, hogy egy ilyen tömeg, és ráadásul nyilván minél nagyobb a tömeg, annál kevésbé szelektált a közönség, hogy egy ilyen tömeg mondjuk egy Zsoltár szimfóniával mit fog kezdeni. Mert utóvégre azért az emberek rá vannak állítva arra a szokásos standard vonalra, hogy január, akkor Strauss keringőket kell hallgatni, meg egy kis Csajkovszki. Kíváncsi voltam, hogy tudnak-e kezdeni valamit. És amikor a Stravinsky Zsoltár szimfóniának az első ilyen tételszünetei kezdődtek, és lehetett azt a hihetetlen pisszenésmentes csöndet hallani, akkor azt mondtam, hogy jó, megtörtént az, ami nagyon ritkán történik meg, amikor hirtelen az ott lévő 1000-2000 embernek egyszerre maradt két szívdobbanása. Az a jó jel, annélkül nem érdemes koncertezni.